A legmagasabb osztályt legutóbb 8. helyen záró nyíregyházi tekeklub játékosai nyári pihenőjük végéhez közelednek. A csapat a hagyományokhoz híven július 15-én kezdi el a felkészülést. Egy tekéző biztosan nem lép dobóállásba az első edzésen, a térdműtéten átesett Szlovenszky Tibor ugyanis egyelőre még a rehabilitációjánál tart. Persze a legrutinosabb nyíregyházi játékos minden bizonnyal így is ott lesz majd a nyitányon a csarnokban. Az NTK-tól senki nem távozik, viszont lesznek olyanok, akik némi kihagyás után térnek vissza a szuperligás csapathoz. Nagyon fontos hír, hogy úgy néz ki, hogy 3 új visszatérő lesz majd a csapatba. Itt gondolok a Hetei Alexre, Éliás Gáborra és a Péter Dávidra. Mind-mind volt régi játékosunk volt, akik munkai elfoglaltságok miatt végül is abba hagyták az aktív tekéletet, de már az amatőr bajnokságban elkezdték a szárnyékat bontogatni, és idén azt tűzték ki, hogy szeretnének a felnőtt csapatnál ismét jelentkezni, úgyhogy létszámban mindenképpen bővülés várható a Teke klubnál, és nagyon bízunk benne, hogy ez a Tibi kiválásának ellenére is mégis minőségi javulást fog majd hozni, ami a csapatfákat illeti. A nyíregyháziaknál az elmúlt években sem volt jellemző a játékos mozgás, Finta Zoltán szerint ennek több oka is van. Nagyon nehéz ideigazolni játékosokat, és nagyon nehéz innen is elcsábítani játékosokat. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan közösség alakult ki Nyíregyházán, annyira baráti kapcsolatok jöttek létre, hogy nem szívesen távozik senki sem. Gondolok itt most például egy Szegő Leventéről, aki valószínűleg Budapestre költözik, tehát mindenképpen ő rá többen és szemet vethettek volna, de a Levente mindenképpen kijelentett, hogy ő továbbra is Nyíregyházán kívánja folytatni a pályafutását, amennyiben számít rá a klub, természetesen számítunk rá, úgyhogy ez is jelenti azt, hogy az a nyíregyházi csapat egységes, nagyon erős belsőleg is, és nagyon bízunk benne, hogy ez az erő fog majd minket tovább repíteni a következő szezonunkban is. A nyíregyházi csapat felkészülési programja is összeállt, augusztusban több nemzetközi mérkőzést is játszanak fintájék. Augusztus első hétvégén idehaza lesz egy barátságos mérkőzésünk, akkor a szlovákiai Velkisáris csapata jön majd hozzánk, egy férfi és egy női mérkőzést fogunk majd megvívni velük. Augusztus utolsó hétvégén viszont majd a mi csapatunk fog elmenni Sárisra, a hagyományos Sáris kupára, és szeptember első hétvégén indul a bajnokság, ahogy úgy számogatjuk, valószínűleg a Szolnok csapatával fogunk mérkőzni. Ezt még nem tudjuk, hogy hazai pályán vagy idegenbe, de a sorsolás számait itt számából gondolkodva ez már előre látható számunkra. A 12 csapatos Szuperliga két újonca az egy év szünet után visszakerülő fővárosi BKV előre és a Szombathely melletti Balogunyom csapata.